Kemény István, hogyha kapásból valaki azt mondja nekem, hogy mondj egy kortárs költőt, akkor téged mondanálak. Tehát így ugyanolyan kapásból, mint hogyha azt mondanák nekem, hogy kapásból mondjak egy költőt. Tehát hogyha azt mondanák neked, hogy kapásból mondj egy költőt, akkor mit mondanál? De kapásból, most már nem jó, elrontottad. Petőfi, oké, akkor nem rontott az el. Így van, óvatatlanul Petőfit mondunk, mert Petőfi, ugye annyi utca van Petőfiről elnevezve, hogy háromszor körül lehetne tekerni a földet vele. Azért mondanák téged, mert valamivel fiatalabb vagy, mint én, tehát mondhatnám a Marnót is, de a Marnó valamivel öregebb, mint én. Mondhatnék valaki nagyon fiatal, mondjuk Vajna Ádám, nagyon szeretem, de ő meg túl fiatal, úgyhogy maradjunk nálad. Nagyon régen ismerlek, én előbb ismertelek meg, mint te engem, méghozzá először egy versedet ismertem meg, ezt nem tudom, meséltem-e neked. Úgy volt, hogy volt egy ilyen, hogy fiatal művészek klubja az Andrássy úton. És én ott voltam valami, nem tudom, ilyen szervező, néha szerveztem irodalmi műsorokat, és egyszer csak egy tacepaon láttam a versedet. Ki volt rakva egy verset egy tacepaon? Már nem tudom melyik, de egy verset, és elolvastam, és teljesen oda voltam, nem hallottam még addig rólad, úgyhogy nagyon régen, még a 80-as évek legelejéről tudom, hogy ki vagy. Van erről esetleg? Meséltem ezt neked esetleg? Meséltem. Még akkoriban. De nyilván nem tetetted ki ezt a verset, hanem valaki. Nem, az úgy volt, hogy ennek az FMK-nak, a Fiatal Művészek Klubjának volt egy pályázata, ahova nekünk volt egy körünk, akkor lett, Sárvári kör, és ha jól emlékszem, Pap Mário, aki vezette Mezei Katival együtt, ő szólt, hogy lesz ez a pályázat, és hogy pályázzak, vagy talán oda is adta a nála levő verseimet. Szóval végül is úgy alakult, hogy az egyik első díjat kaptam, azt hiszem többet is adtak ki, próza is volt, azt hiszem, nem lesz, a lényeg az, hogy ebből tettek ki valamit, és én sem emlékszem, hogy melyik vers volt, de ott volt hetekig az FMK-ban kitélve, nem büszke is voltam. Kezemben van az Állástalan Táncos című könyved, ezt mindenkinek ajánlom, egy nagyon nagyon nagy ötlet, illetve hát nem egy eredeti ötlet, de mégis egy nagyon kitűnő ötlet. Úgy struktúrálódik a könyv, hogy van egy kérdező, és van egy válaszoló. Te vagy a válaszoló, és a kérdező. Hegyi Katalin a kérdező. Petőfi Irodalmi Múzeumnak a munkatársa, Hegyi Kati, és ő ez szerint akkor jó alaposan tanulmányozta a életművedet, és kérdéseket tett föl, vagy ő csinálta ezt a 86 vagy nem tudom hány versből álló válogatást, ami ebben benne van? Vagy ezt közösen csináltátok? Hát alapjában ő csinálta, nekem volt vétójogom, vagy szóval, hogy egy párat mondtam, hogy azt nem kéne, de alapjában ő. És hát ez nem most kezdődött a mi ismerettségünk, vagy barátságunk, hanem egyrészt nagyon-nagyon régen, másrészt meg jó 15 éve, amikor a Petőfi Irodalmi Múzeum archívumának csinált ilyen életmű, vagy életút interjút velem, akkor múltam 40 éves, úgyhogy innen visszanézve ez nagyon fura, hogy akkor ilyet, de mindegy, szóval, hogy akkor ismerkedtünk meg igazából, és akkor volt az, hogy az ő ötlete volt, hogy a Pim udvarán lehetne ilyen
költészeti és alter rock zenei koncerteket tartani, és az elsőt azt velem csinálta, és a Quimby-vel. Úgyhogy, és azután éveken keresztül volt minden évben egy-egy koncert, egy-egy költővel. Úgyhogy tulajdonképpen ez volt az alapötlet, szerintem még a Rájátszás nevű produkció is valahogy innen eredeztethető. Igen, tehát a dolog úgy strukturálódik, hogy Helyi Kati kérdez, és te válaszolsz, és utána egy vers keletkezés történetéről, és aztán utána jön a vers. Szóval ezt mindenkinek ajánlom, ezt a könyvet tényleg, és nagyon, nagyon élvezetes és szórakoztató, és tulajdonképpen szépen átmegy az életművelen. De ez tök jó. Ez egy olyan, nem tudom, hogy lehet-e műfajnak nevezni, mert alapvetően az emberbe azt nevelik bele, akár írja a verseket, akár olvassa, akár az iskolában tanulja, hogy a költő az nem magyarázza a verseit. Tehát ez egy ilyen tabú, és ezt beszokták tartani, mert hogy az rendkívül gáz, hogy a költő elkezdi mondani, hogy most ez meg végül is pont úgy sikerült, hogy nekem se jutott volna eszembe, nem vagyok olyan bátor, hogy azt mondjam, már pedig én ilyet akarok, de volt egy interjú a Parnassus című költészeti újságban, folyóiratban, és a Hegyi Katét kérték föl, és valahogy ő találta ki azt, hogy mi lenne, hogyha versekre kérdezne rá, és nem máshogy. Mondtam, oké, és megpróbáltuk, és sikerült, és aztán ennek alapján a Magvető igazgatója, Dávid Anna fölhívott, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy könyvet ebből, és akkor még tudom én, egy ilyen 60%-át hozzávettük, és akkor így lett ez a könyv. Igen, közismert, hogy Szabó Lőrincnek van egy olyan könyve, az Vers és valóság címe, amelyik úgy működik, hogy összes vers ott van, és mindegyikhez fűz kommentárokat, úgyhogy az, hogy egy költő nem magyarázza meg a saját verseit, vagy ne beszéljen róluk, ez teljes butaság, és valóban az van, hogy ha bemész a íróboltjába, akkor szembe jön veled, nem tudom, több száz verses kötet, és akkor kezdjél vele valamit. Tehát nagyon jó, hogy van egy olyan kontextus egy versnek, ami körüljárja, innen-onnan elmagyarázza, vagy ha nem magyarázza semmit, hanem csak kontextualizálja, elmondja, hogy mikor keletkezett, az nagyon jó. Hát lássuk be, hogy handicapes helyzetben vagyunk. A kortárs költészet az handicapes helyzetben van, tehát hogyha ezt a verscsatornát majd sokan megnézik, akkor ez a handicap talán egy kicsit majd csökkenni fog. Hát egyébként én tök szívesen olvasnék ilyeneket mástól is, igen. Tőled úgyhogy, is. Úgyhogy majd esetleg tényleg proponáljuk pár embernek, hogy csinálja meg, vagy kövesse példát. Említetlen a sárvári diák költő, nem tudom minek lehet nevezni, fesztivált vagy szemináriumot, és ahol te beléptél ebbe a diskurzusba, ugye? Hát, általában az van, saját tapasztalatom is, hogy az ember egy ilyen, nem tudom milyen pillanatában elkezd verset írni, illetve bonyolult, mert szerintem ab-ovo írunk verseket, tehát amikor kibújunk a tojásból, akkor olyan módon diskurálunk, ami nagyon költői, hogy Hölderlinnek van ez a szép, vagy híres sora, ez a, hogy költőileg lakozik az ember, tehát eleve költőileg lakozunk, költőileg nem referenciálisan használjuk a nyelvet, hanem kvázi kibeszélünk magunkból, magunkat beszéljük ki, és az költői. Aztán utána elkezdünk szocializálni, ez egy kicsit elmúlik, de vannak olyan furcsa emberek, akik x éves korúban hirtelen elkezdenek verseket írni. Te mikor
kanyarodtál vissza ehhez a gyerekességhez, hogy versírás. Hány éves korodban körülbelül? Hát tulajdonképpen, hogyha így veszük, hogy gyerekessége vagy sem, akkor ez valahogy pont fordítva működik szerintem így az ember, hogy kisgyerekkora után jön egy időszak, amikor felnőtt akar van, lenni. Abszolút, és 10 éves korában is, meg 13 éves korában is felnőtt akar lenni, és úgy akar csinálni, és akkor ettől látszik igazán gyereknek. Igen. És akkor jön egy kamaszkorban, késő tizenévesen, hogy hát akkor tulajdonképpen verset írjon. És a versírás az, ha úgy vesszük, akkor ez egy gyerekes dolog, de hogy az ember belenő a dologba. Ugye gyerekest pusztán, tehát leírólag mondom, tehát egyáltalán nem a gyermeki autenticitás, amikor őszintén beszél, amikor még nincsenek megfontolásai, hogyha ezt az ember vissza tudja hozni felnőtt korában, pár pillanatra legalább, amikor ír, akkor már megvan mentve a lelke. Én így gondolom, úgyhogy mindenki csak rá szoktam beszélni arra, hogy írjon verseket, mert akkor egyszerűen arról van szó, hogy akkor magával foglalkozik, akkor megy befele magába, és onnan próbál kibeszélni, hogyha nem akar megfelelni különböző divatoknak vagy elvárásoknak. Hát szerintem is valahogy a versírás az egy ilyen általános emberi bennük szükséglet. Tehát, hogy mondja, tehát az a gyanúm, hogy az emberek nagyobb része az legalább egyszer írt verset, de tulajdonképpen mi az, hogy költészet tulajdonképpen egy mondat, vagy egy ha az ember egyszerűen vicces akar lenni egy társaságban, és de próbálja járatni az agyát, hogy ne ugyanazokat a kliséket mondja, Már ott is valamilyen költői ezeket próbál előásni és magából, hogyha, olyan képességeket. Jön ki belőled valami, amire te előtte nem is gondoltál. Tehát nem azért mondod, mert előtte kigondoltad, hanem csak pont eljön valami, és magad tudsz a legjobban csodálkozni rajta, akkor ez egy nagyon szép pillanat, igen, a létezésben. És ezt azok, akik riadtan menekülnek, ha a tévében vers van, vagy riadtan menekülnek a könyvesboltban a vers oldal elől, akkor szerintem itt így félreértésben vannak. És azt szoktam mondani, kicsit ilyen frivolan, de félig komolyan gondol, hogy hülyén halnak meg. Tehát az, aki nem olvas és nem ír verset, az rosszul teszi, magyarán. Na igen. Igen, csak ezzel valahogy az is van, hogy azért a költészet is ludas ebben a dologban, hogy az emberek tartanak tőle, mert hogy a költészet is bürokratizálódik, és ez nem most kezdődött, hanem baromi régen, és olyan elvárásokat támaszt, és akkor az iskolai tananyaggal, nem tudom. Tehát amikor az embernek vigyázba kell vágni a magát, hogy hú, itt egy vers, és abban a pillanatban el is kezd félni. Vigyázba állsz, és vigyázol, tehát nem engeded meg. Na, ide akartam kikanyarodni, nevezetesen arra, hogy ebben a könyvben írod az elején, hogy valahogy amikor verset írsz, akkor meg akar szabadulni a valóságtól nagy vével, illetve azt is írod egy helyen, teljesen egyetértek veled, és én is pont így rezonálok, hogy mikor szembesülsz az, hogy szép versek, tehát van egy ilyen antológia sorozat, ezt mindenki ismeri, akkor így azt mondod, hogy jaj, csak ezt ne. Tehát amikor azt mondjuk, hogy jaj, csak ezt ne, akkor tulajdonképpen az van, amit az előbb mondtál, hogy kvázi a költészet ijeszgeti az embereket saját magával. Tehát elijeszti, sok esetben elijeszti az embert a költészettől. Tehát nem arra fele orientálja, hogy ezt te is csináld, mert ez baromi jó, ez fincsi, isteni dolog írni,
hanem megijeszti, hogy úristen, mi ez a riasztó valami. Arra azt szeretném tehát kérdezni, hogy te, és utána írod is, hogy rögtön korrigálsz, és azt mondod, hogy úristen, azt mondom, Nemes Nagy Ágnes, vagy Pilinszky, láttam, hogy jaj, csak ezt ne, ugye rögtön meg is ijedünk ettől, nem? Igen. Még az is, aki amúgy verseket ír. Igen. Még én is úgy érzem, hogy hú, most látok egy szép verseket, vagy meghallom azt a szót, hogy Pilinszky János. És akkor ez vigyázba állsz, igen. Ez nyilván így van. Egyébként az a másik fele, hogyha meg valaki nagyon elkezdi magyarázni azt, hogy ki nem szarja le a nagy költőket, meg a nagy költészetek, mert akkor meg rögtön átállok a másik, igen, oldalra, hogy hoppá, azért ez igen, ez igen, nem pontosan. Szóval ez nagyon, nagyon kényes kérdés, nagyon bonyolult, és tulajdonképpen azért mondom azt, hogy mindenki próbálja meg, mert hogyha belépsz ebbe a, igazából egy döntés kérdése. Tehát én azt utálom, amikor azt mondja valaki, hogy én nekem arra nincs tehetségem, mert mindenkinek van egy autentikus énje, amihez el lehet jutni, és onnan lehet kibeszélni. Mert pont az, amikor te azt mondod, hogy közszebb a világból valahogy el akarok kerülni, ugye rögtön, nem tudom, tizen, nem tudom hány éves korodban, akkor rögtön az is van, hogy oké, de hát mégis ebben a világban vagyunk, és ez a kettőség, ez a distancia, ez az, ami érdekes a költészetben, igen. Na most egy pillanatra még mesélj erről a Sárvári körről, illetve aztán a te körödről, erről a csütörtöki társaságról, amit csináltatok fiatalabb, még ennél is fiatalabb korodban. Nekem valahogy minden, ami az életben történt, valahogy köze van a Sárvári pályázathoz. Ez egy gimnazista korú írók, próza vers és eszéíróknak kiírt pályázata, 70-es évektől kezdve van, és én is voltam ott meghívott. És mind a mai napig van, most lesz a tavasszal megint, és hát később belekerültem, mint előzsűri tag, aztán meg zsűri tag, és hát ebből lett az is, a 80-as évek elején alakult egy kör, ez volt a Sárvári kör, mert nem volt rendes neve, valahogy így emlegettük, vagy a kör, és csütörtökönként jöttünk össze az Almási téren, akkor az még nem egy szétesett, kisétett ház volt, hanem egy művelődési központ, és oda jöttek olyanok, akik voltak Sárváron, és minden két évben, amikor akkor még két évenként volt Sárvár, jöttek újak, és ez így ment, vagy 15 éven keresztül. De aztán maradt egy szűkebb. Igen, mert aztán jöttek és mentek. És mondjad ezeket a barátaidat, akikkel, tehát Virt Imrétől gondolom a Baltis Attiláig. Hát Virt Imre speciál, ő csak kétszer-háromszor jött el, de később ismerkedtünk meg, ő nem tudott például Sárvárról. Aha. Mert ez is olyan, hogy a sárvári pályázatról vagy tud valaki, tehát van egy gimnázium, ahol tudnak róla, vagy nincs, és tök mindegy, hogy papír alapú, vagy elektronikus adatbázisok vannak, pont ugyanúgy nem tudják az emberek, hogy van Sárvár, és pont ugyanúgy tudják. Tehát én véletlenül tudtam a Sárvárt a Budaörsi gimnáziumban, ahova jártam, de például Térei János nem tudott róla a debreceni gimnáziumában, nem pályázott Sárvárra. De a Vörös István, Kunárpád, Tóth Krisztina például előbb
jött a körbe, mert hallott a körről, volt vagy 16 éves, és utána pályázott Sárvárra, persze. Aztán volt Varró Dani, most kéne, hogy itt soroljam, hogy ki mindenki járt a körbe, de nem tudom most végig sorolni. Baltis Attila egy párszor, valamivel, tehát volt egy idő, amikor járt. Van egy, ennek a sorozatnak az a címe, hogy ütközések kortárs költészettel, és hát az ütközés az ilyen keménynek hangzik, de már Platonnál van ez, hogy a vers, vagy a mű az megüti az embert. Tehát igenis, az a nagy művek az embert megütik, átütik, szíven ütik, átlövik, mint egy ilyen, zuhannak rajta, átrobognak rajta, mint a gyorsvonal, stb. Szerintem ez nagyon jó az ütközés, de hogyha megüt téged valami, akkor kvázi kimozdít, kiüt a komfortzónádból, és egy kicsit megváltoztatja az életed, ahogy a Rilke, híres Rilke versben van, hogy változtasd meg életed, meg kell változtatnod életed. Na most azt érzékelem nálad, hogy egyrészt te nem vagy egy ütközős fajta, tehát te egy finom lélek vagy, aki nem ütközik, de mégis az van, amikor a bizonyos verseidet olvasom, vagy hogy kifejezetten így meg tudnak ezek ütni engem. Ezt az ambivalenciát te érzékeled magadban, hogy vagy te, igaz ugyan, hogy futballozol, vagy futballoztál, tehát akkor viszont volt testi kontaktus, de te nem vagy egy ilyen ütközős fajta, inkább kikerülöd a helyzetet, a konfliktust, nem? Hogy ítéled magad meg? Például a Dodgen-ben is. Ahányszor ültem Dodgen-ben, azt élveztem, igen, és láttam, ott megtanultam, hogy az emberek nagy része az... Azt élvezi, igen, hogy... Hogy neked megy, igen. És még azt is el kellett, hogy fogadjam, például ezzel kapcsolatban kellett rájöjjek, hogy valószínűleg ez így van jól, és én csinálok valamit rosszul. Nem gondolnám ezt, mert hogy maradjunk szerintem hozzá is közel áll a futball, tehát maradjunk ennél a futball metafora egy pillanatra, ugye, hogy vannak ütközős futballisták, és vannak ilyen szlalomozósok, akik elkerülik az ütközést. Például az Albert, biztos emlékszel rá, ő például kifejezetten az elkerülte a dolgot, és úgy volt sikeres, hogy kikerülte a bójákat, és nem ütközött velük. Tehát a költészet is ilyen, meg egyáltalán mindenféle emberi attitűd, hogy van aki állandóan leütközi a másikat, van aki kikerülni, és ennek a kettőnek egy ilyen elég szép kevercse az, ami a normális élet. Hát azt hiszem, hogy nekem is ez lenne az ideális, tehát hogy próbálom magam arra kondicionálni, hogy néha egy kicsit keményebb legyen. Aha. Na most itt két dolgot is szeretnék tőled kérdezni ennek kapcsán. Az egyik az, hogy közismert rólad, hogy mindenféle ilyen technikai dologtól így óckodsz, tehát az up-to-date technika, az téged el, nincs mobiltelefonod, van családi mobiltelefon, amit használsz, vagy nem. Meg nyilván a komputert használod, de ott is meg vagy örökönyödve sokszor, nem? Hát igen. Tehát ez is az ütközés elkerülése, igen, valami módon az én olvasatomban. Hát biztos, hogy van hozzá köze, de alapjában egyrészt a technikai eszközökkel mindig bajba voltam, tehát nem csak a mikroelektronika termékeivel, hanem mással is. Ja, viszont van egy olyan része is, hogy van egy alap lassúságom,
És az a sebesség, amit ezek diktálnak, és tényleg én is ott ülök a laptop előtt egész nap otthon, tehát nem úszom meg, de az a tempó, amit az diktál, tehát folyamatosan az érkezik az üzenet, minden másodikban van valami feladat, kisebb-nagyobb, de mindegyikben van, és mindegyiknél meg vagy fogva egy kicsit. Meg vagyok fogva. És ha már háromszor vagy 53-szor csináltam, a következő alkalommal megint. Ugyanazok a problémák, egyszerűen nem tudom megjegyezni. Nem tudom megjegyezni a dolgokat, és közben meg tudom, hogy ahhoz a kicsike feladathoz, ehhez ennek és ennek kéne írnom, és megvárni azt, hogy válaszoljanak. De ez most nem fog menni, mert nem, inkább hagyjuk inkább is hagyjuk, ezt, eltolod. És akkor rákeresek valamire, és akkor ilyen ügyekből folyamatosan van 5-10, tudom én 15, és a fejemben az, hogy hány e-mailt, mert gyakorlatilag én e-mailben, tehát hányat hagytam el, és mikor majd elmegyek az elejére decemberig, és végignézem, hogy mi. Ezt nagyon ismerem. És akkor ezek a feszkók, ezek folyamatosan. Ez is alkati kérdés, nem tudsz ellene mit tenni. Egyébként van még egy kollégánk, Márton László, szintén nem használ mobiltelefont, és nem tudom, a komputert megy, most már használgatja, de nyilván az van jó. De sőt, még egy durvábbat mondok, az Esterházy nem használt nagyon sokáig például komputert. Én is hallottam. Volt. Na jó, de én meg több 20 évestől hallottam, meg 20 évesről, hogy visszament a buta telefonra. Aha. Mert hogy az őszintjén, de ugyanúgy szétcseszte az életét. Jó, a másik, amit én ezzel valami oknál fogva párhuzamba állítok, az amik a politikához való hozzáállásod. Az is nagyon érdekes számomra, mert te látszólag nem vagy egy ilyen, tehát ilyen inkább egy befele forduló figura vagy, de mégis vannak olyan megnyilvánulásod, amiket nyugodtan lehet a politikához sorolni, és ez természetesen nem a napi politikáról van szó, nem az aktuál politikáról, hanem a közösséghez, poliszhoz való viszonyod. És itt van rengeteg, egész fiatal korodban ugye a kiáltványod például, ugye elvont párt kiáltványa, vagy az ellenség művészete, vagy a kongresszusi viták. A kongresszusi vitákból van egy ilyen dolog, két sort fog csak felolvasni. Bent kis kövér küldöttek, visítva esnek egymásnak. Na most ez olyan, mint hogyha én magamat látnám, mert ugye voltam 2,5 évig a parlamentben, és ott tényleg bent kis kövér izék, visítva estek egymásnak, nagyon, nagyon találó, anélkül írott, hogy te ezt így megtapasztaltad volna közelről. Hát ez 85-ből való. Igen, 85, durva, igen, és mi se változott ebből a szempontból. Tehát nagyon híres ez a Édes Hazám című versed, ami kvázi egy ilyen melankolikus búcsú, nem a hazától, hanem a hazához való egyfajta hozzáálláshoz. Erről a dologról, hogy te hogy viszonyulsz ahhoz, amit mind közönségesen politikának, tehát a közügyek intézésének nevezünk, ez neked milyen a viszonyod, vagy hogy látod ezt? Nekünk otthon a családban utálták a rendszert egytől egyig, a apám és a testvére és az egész család, és ezt hallottam, és mellé meg azt, hogy vigyázni kell. Tehát valahogy arra szocializálódtam, hogy
nem kér, nem, hogy ne menjek bele, de figyeljem. És akkor vannak a példák, hogy Petőfi Sándor és Ady Endre. És Ady Endre. És akkor időnként neki buzdultam, de közben jött az időszak, korszak, már amikor felnőtt lettem, hogy a politikai vers, mint olyan, az annak leáldozott vége soha többet, mert 80-as években azért, mert hogy azt kisajátította az akkori rendszer, később pedig, hát most már nincs szükség rá, mert hát megérkeztünk a Kánaánba a 90-es évekre, és én magam is végül is nem, hogy tulajdonképpen miről is kéne írni, vagy miről, tehát nem jött, viszont az halálba idegesített, és hogy amikor megmondták, hogy milyen műfaj nem használható, mert ma már ezt és ezt nem írjuk, ma már ezt a szót nem írjuk le, és abban a másodpercben, hogyha valaki ilyennel jött, akkor az elkezdett irritálni, hogyha valamit tiltani akarnak, akkor az biztos, hogy az fontos dolog. És hát ilyen volt a politikai költészet, tehát hogy a verset az csak ilyet, meg olyat lehet írni, tehát hogy lehetőleg a versben ne legyen semmi, ami ütközik bármivel is. És hát valamelyest így telt a 90-es évek, aztán a végén jött az, hogy beléptünk a NATO-ba, és azon nyomban elkezdtük bombázni, mivel hogy mi is NATO tagállam, elkezdtük bombázni Szerbiát, illetve akkor még Jugoszláviát. És nekem akkor jött először, hogy igazán, tehát hogy milyen politikai jellegű utalásokat, azokat írtam bele régen is versekbe, de akkor jött először, hogy erről írt, hogy ez így nem kóser. Tehát akár milyen ok, de hogy ez nem hogy háborúval ne legyen semmi elintézve, amennyire csak lehet. Úgyhogy akkor így átszakadt nálam. De az nem jött, hogy na mostantól akkor én meg politikai verseket fogok írni. És ez a Búcsúlevél című vers, amire utaltál, ez is az volt, hogy megírtam, és akkor elkezdtem azt érezni, háromszor felolvastam, elkezdtem azt érezni, ez 11-ben van már, hogy azt várják el, hogy olvassam, és na István, tagadd meg a hazádat. Uh-huh. Ez a vers, ez kurvára nem erről szól. Nekem az, hogy mi fontos és mi nem arról, és a harmadik eset után azt akkor elhatároz, vagy megfogadtam, nem tudom, hogy felolvasni nem fogom. Na, ezt nem tudtam, ez nagyon érdekes, és nem csodálom, mert olyan szinten, tehát ugye a mi, főleg az én boldogult útfikoromban, ugye a költészet, vagy a művészet, az nagyon erősen, ugye úgymond egyfajta fontosságra tett szert, abban az értelemben, hogy a politika fontosnak érzékelte. Ma nulla fontossága van ennek a dolognak, de hogyha fölkerül egy ilyen típusú szöveg, a belekerül valami módon a térbe, akkor óvatatlanul fontossá válik, és rögtön kihasználják különböző pár szempontokból, döbbenetes. De az oké egyébként, tehát mindenki, hogyha elolvas, megtisztel, hogy elolvassa, és kezd vele, amit akarod. Tud. Igen. De igen, és ez jobbról, balról megvolt ennek a és ezt a részét nem szeretem. Jó, még két dolog, illetve csak itt
utalás arra, hogy a lányait például eléggé bele tudnak lépni a politikai diskurzusba, nem? Tehát ők is művészek, és valami módon ők keményebben, bocsánat, hogy így a neveddel játszom, keményebben konfrontálódnak ott esetben, mint te, nem? Hogy ítéled meg ezt? Nem tudom, erről talán inkább ők tudnának mondani, mert én nem akarom értelmezni azt. Meg az ember a saját gyerekeitől nem feltétlenül művészi, tud. Művészi szempontból vagytok diskurzusban? Megbeszéltek dolgokat egymással? Vagy ez hogy működik családilag? Időről időre előfordul. Tehát mikor Lili és Sipos Balázs együtt fordították az Infinite Jest című regényt, ami egy piszok nagy meló volt, évekig tartott. Még elolvasni is nagy meló, nem vagy lefordítani. És például akkor megtiszteltek azzal, hogy elolvashattam kéziratba, és pár dolgot észrevettem. Ez például egy nagyobb meló volt, de a Zsófénak a kötetei, verses kötet, meg regény, ezeket is többnyire látom, van, amit több állapotában is. Még talán annyit utoljára, hogy te egy sok műfajú szerző vagy, tehát nem csak költő vagy, hanem prózát is írsz, tehát regényed van, és publicisztikákat is írtál az Élet és Irodalomban, talán nem is egy évig, hanem talán hosszabb ideig, ugye? Volt egy időszak a 90-es évek elején, a tárca, akkor indult ott tárca rovat, az volt 2-3 évig, és amikor én voltam benne, és aztán mi volt még? Volt egy év, amikor könyv ajánló kis eszéket írtam, ez volt a két... Igen, tehát irodalmi eszéid is vannak, például Zrínyéről van, és így tovább. Az, és igen. Mondjad. Nem, csak az, hogy az eszékönyvem, a Lútbőr, abban több ilyen Zrínyi, és Ernst Lajosról szóló tárca, utóbbit Virt Imre felkérésére írtam, az előbbit, az Rinyit, azt meg Bene Sándor. Akik, igen, és én nehezen szántam el magam, és aztán marhára örültem neki. És egyébként, hogy megírtam, és az Adiról is írtam egy közepesen hosszú eszét, talán az volt az első ilyen, azt meg még a Holmi felkérésére írtam. Úgyhogy ezek... Tehát tulajdonképpen majdnem mindent felkérésre, és nehezen szánnám el magam, pedig szeretek eszét írni, de egy kicsit úgy vagyok az eszével, mint hogy a saját verseimről írni, hogy tulajdonképpen hogy jövök ahhoz, hogy igen. most felkér, kérdés dolog, nélkül elmondjak bármiről, bármit eszében. Jó, színdarab? Baltis Attilával ketten, 90-es években neki láttunk, hogy írunk egy darabot. Tulajdonképpen végigírtuk, csak aztán valahogy nem bírtuk végső formába önteni, úgyhogy feladtuk. Pedig voltak annak jó részei. És hát az is ismert bizonyos körökben, hogy így mondjam, hogy te nagyon sokáig írtál, feleségeddel együtt talán, vagy ő talán, nem tudom, együtt írtátok el, majd most mindjárt elmondod, szappanopera szövegeket. Hát tulajdonképpen...
Ebből éltetek? Ebből éltünk, neveltük a gyerekeinket. A feleségem most is dramaturg, sorozatdramaturg. Én hát közel 20 év, amíg írtam ilyeneket, Kemény István Barnabás néven. Ezek tehát nem én találtam ki, ezek ilyen banálek voltak, amiket ki kell tölteni. Igen, pontosan. Igen. És ebből nem lehetett profitálnod, tehát az írói munkádban nem. Miközben érted, azt, nem amit jöttek ilyen forgácsok, azt nem estek le ilyen forgácsok, biztos leestek. Nem, de nem? Összességében viszont állati fontos volt. Egyrészt az, hogy az embernek az önbecsülése, hogy azzal, hogy írni tud, hogy azzal egyszerűen valamit, tehát a megélhetéshez is hozzá tud járulni. Az nagyon fontos volt. A másik meg az, hogy nekem erős önbizalom problémáim voltak, vannak is, de mindegy, ez a régebben még inkább. Talán most ezt a drámát leszámítva, de azt a ketten írtuk Attilával, az más. De tulajdonképpen majdnem 40 éves koromig abban voltam, hogy két érvényes mondatot nem tudok úgy leírni, hogy dialógus legyen. Tehát, hogy egy valódinak látszó ember egy valódinak látszó embernek ezt és ezt mondja, és az ezt válaszolja. Tehát, hogy nem tudok dialógust írni, vagy biztos, hogy nem tudok. És tulajdonképpen ezzel a dialógus írással ez teljesen átszakadt, és tehát tulajdonképpen azért írtam aztán regényt is, meg rájöttem, hogy ez tulajdonképpen baromira megy. Aha. Szóval egyik kedvenc kollégánk, Tasnádi Attilának van egy híres ilyen vers kezdete, hogy azon az ősszel, tehát háromszor ismétli ugyanazt a mondatot, először ugyanúgy, aztán kicsit változtat rajta, és azt a konklúziót vonja le, hogy a fogalmazás nem a legerősebb oldalam. Ez nagyon imponál, és nekem veled kapcsolatban is mindig úgy érzem, hogy a te úgynevezett önbizalom hiányod abból indul, hogy te tulajdonképpen egy olyan szakmában vagy, ahol a kívülálló úgy tudja, hogy akik írnak, azok hát azoknak ez megy a legjobban, az úgynevezett fogalmazás, a beszéd, a diskurzus, a retorika. És hát ez nem így van, lássuk be. Tehát lehet, hogy azért kezdünk el írni, mert problémákat érzünk ebben a dologban, magunkban. Hát, nekem is ez az érzésem, hogy ezért. És akinek túl könnyen megy esetleg, azok nem csinálják, mert hát ez evidens, hogy megy nekik. Hát én is így vagyok, és iszonyú sok gondot okoz az, hogy tulajdonképpen mindig nulláról kell kezdeni. Tehát valami rutint összeszed az ember, de nem minden téren működik ez a... Tehát az írásnak nem minden terén működik ez a rutin, hanem tényleg újra kell indítani. Gyakorlatilag a nulláról, és olykor viszont ez mégiscsak szerencsés, mert az ember nem engedheti meg magának, hogy arra hiba, tehát hogy állandóan újra kell gondolni a dolgait. Egyszer Homo, ima a költő, Kemény István, akit nagyon szerettek, mint költőt is, meg embert is, és örülök, hogy beszélgettünk. Azt kell mondanom, hogy aki jó akarja magát érezni, és nem csak testileg, hanem szellemileg és lelkileg is, az olvasson költészetet, olvasson kortárs irodalmat, és vesse bele magát Kemény István versvilágába, és biztos jó fogja magát érezni. Köszönjük a figyelmet. Én is köszönöm szépen.